Remek időben, kitűnő hangulatban zajlott a várajai lakástűz káros útjai részére megrendezett jótékonysági futballmérkőzés. A Nagymányoki Sportegyesület a magyar művész válogatottat kérte fel a gála mérkőzésre, akik örömmel fogadták a megkeresést. Az apropója az egész mérkőzésnek, hogy januárban Várraján leégett egy lakás, és szerettünk volna valamit visszaadni így adományként, úgyhogy megpróbáltuk megszervezni ezt a mai napot. Szerencsénkre Gyánó Szabolcs barátom, illetve az ő kontaktjai alapján ez nagyon gyorsan sikeres is lett, úgyhogy ma nálunk pályára fog lépni Rácz Jenő, Kamarás Norbi Lali, az NBA sztárja, kedvese itt fog szurkolni mellettünk, és még nagyon sokan, mint például Balázs Pali, NB1-es, NB2-es volt focisták, táncosok, Székely Peti. Nekünk a normális megye 2-es legerősebb kerettel próbálunk nekivágni, amit reménykedünk, hogy az év végén egy bajnoki címmel fogunk majd ünnepelni. Amíg ez az ünneplés várat magára, addig a közel 600 fős nézősereg előtt rúgták a labdát az önzetlen segítségnyújtás jegyében a helyiek, a művészek ellen, ahol a kezdőrugást a lakástűz káros útja végezte el. Elmondása szerint a mai napig nehezen beszél a történtekről, de a segítségnek nagyon örül. A nagymányoki mérkőzésre örömmel érkezett a sportban jól összeszokott páros. A jótékonykodni szoktunk, karácsonykor is Mikulás alkalmával is voltunk Jenővel, és most a várai lakástűz apropóján jöttünk ide a művész válogatottal. És hát ha minden igaz, az a nagymányoki pálya az eléggé a barátunk lesz, ami a füvet illeti. Remélem, hogy nyerünk, Jenci. Én igazából nem is a nyerés miatt. Én hoztam magammal két dolgot is, amit tombolán fogunk majd szétosztani, úgyhogy nagyon várom. Én azt gondolom, hogy jót tenni, és közben ugye barátokkal itt sportolni a szabad levegőn, főleg egy kicsit kiszakadni Budapestről, szerintem szenzációs dolog, és a nem utolsó sorban ugye segíteni, úgyhogy szerintem mindenképp egy jó kis nap lesz ez. A művész válogatott focistáinak a sportolás a mindennapjaik részét képezi. A Schaeffer squasholni szoktunk meg focizni, egy csapatban is játszunk. Van egy ilyen, egy privát része az életünknek, amit ilyen sport szempontjából együtt szoktunk tölteni. Hát squashban mindig kikapok, tehát hogy az esélytelen, pedig én vagyok a nagyobb, vagy a magasabb. És a fociban általában én hátvédő, meg csatár, és akkor hát igen, szétborítunk mindent. Együtt vagyunk mindig, tehát az a lényeg, hogy egy csapatként megyünk, és most csak is a pirosak. Így lesz. Csak a pirosak együtt, úgyhogy jó lesz. A válogatott egy 6 éve alakult csapat, amelynek tagjai egytől egyik szívesen futballoznak az önzetlen segítségnyújtás jegyében. Egyenlően tekint a futballra, a karitatív tevékenységekre és a művészetekre. Tagjaink zenészek, színészek, tehát művészi tevékenységet folytató srácok, akik szeretnek futballozni természetesen, és igazából egy baráti társaság, tehát úgy épültünk föl, anyagi juttatása nincs a csapatnak. Néha besegít egy-két támogató, aki segíti a munkánkat. Mi karitatív tevékenységet folytatunk többnyire. Vannak, itt úgymond ez egy árt futballszervezet, aminek mi a tagjai vagyunk 4 éve. Minden felkérésnek örülünk, és próbálunk eleget tenni. Itt inkább avval vannak a problémák, hogy összeszervezni a csapatot, mert valakinek éppen koncertje van, valaki dolgozik, valaki fellépése van, tévébe forgat, de vagyunk, maga a csapat az egy 40-50 főből áll, és úgy próbálunk mindig azért hozni magunkkal egy-két színes, ismertebb egyéniséget, egy-két jó futballistát, tehát inkább avval van a probléma, a szervezés nehézsége, nem az, hogy elfogadjuk maga a meghívást, hanem hogy megszervezzük. A nagymányoki szereplés megszervezése sikeres volt a magyar művész válogatott részéről, amely meccs alkalmával potyogtak a gólok rendesen. A délután folyamán 7-7-es végeredmény született a jótékony gála mérkőzésen. A károsultak részére a belépők és a tombola árából összesen 590 000 forint adomány gyűlt össze.